úgynevezett bauceni relief, Mátyás királyt ábrázolja. Most én azért hívlak engem Mátyásnak, mert Rogul Aljosnak egyik kedvenc alakja volt Mátyás király. Több szempontból megmintázta őt, és az ő kezdeményezésére került erre a bauceni relief, a Benczúr Gyula pavilonnak ugyanerre az oldalára, azóta is itt van. Na most ennek az érdekesége ennek a reliefnek, hogy a Mátyás király eredeti arcképét ábrázolja, tudnék, ez a Bautzen városában van ez a... Ortenburg vár, köszönöm. És akkoriban készült, amikor Mátyás király még élt, és neki megmutatták... De várjál, az előzményt is hallgatja meg. Hát, hagyj, mondj. Ennek az előzménye az, egy kis történelem órával, hogy 1429 és 1431 között a husziták lerombolták a Bautzeni várat, az Ortenburg várat, és azt, mikor Mátyás király a Szilézia, Moldvaország és Lausitz vidéke hozzákerült, újjáépítette a várat. És a várnak a kapujánál építetett egy ilyen tornyot, és a kapu fölött van ez a relief. A mester, aki készítette, hétszer jött el Budára. Abban az időben pedig nem semmi volt eljönni Budára, onnan gyalog, meg amivel lehetett, és ezt még akkor készült a királyról, mikor élt. Tehát igen, szinte az egyetlen olyan szobor, ami hiteles szobor a királyról, ami élő korában készült el. Annyira megtette a Sztróbulnak ez a relief, hogy a felvidéki szülőházát, amikor átalakította, egy ilyen lakótornyot, üzemtornyot csinált, és annak az oldalában még ma is látható, mert most Szlovákiában van Király Leotán, az ő lakhelye. Tehát ebben a példányban is. Aki még kíváncsi rá, az fölmegy a várba és a Miklós torony oldalába a Hilton szálló oda. Ott megmentették, és ott a kőben van farang, és ott is látni mellett. Itt nem lehet látni mellett a régi magyar címereket, ami Erdély és a Dalmácia, ez csak a része. Rogul Aljos kifejtette egy időben Mátyás királynak a portréját, és itt a Hunyadi kápolna alatt föl is állította. Azért most már másképpen néz ki. A régi képeken még lehetett látni, hogy a Mátyás király külön ott ül. Menjünk tovább. De várjál, a padról még egy pár szó. Hát a padról annyi volt, hogy Sztróbul Lajos gyakran ült ezen a padon. Ugye érthető okokban, hogy egy pad is már itt volt. Nagyon sok fotográfia megörökítettük. És most nem látszik, hogy mögötte volt a Trefolt Ágostonnak a szobra, amit azóta elvittek innen. Igen. És Sztróbul Sucsmára helyét. De hogy miért csinálta ezt a padot? Na, azt mondtad. Na, hát azért csinálta a padot, mert Trefolt Ágost volt az a kultuszminiszter, akinek az epresket, a létét köszönhette. 1882-ben. És akkor került az egyetemhez ez a terület. Hát az eltűnt, de a pad megmaradt. Trefoltnak szóval megvan még, nincs itt. Viszont Trefolt oda, aki kinevezte Sztróbul Lajost a szobátoki mesteriskolának a vezetőjévé, amikor a Huszár Adolf meghalt 1895-ben. Menjünk tovább. Nem merjük visszatenni. Ennyit a Barcsai szobor. Kérem szépen, nagyon fontos
dolgon állok én itten. Ez egy keresztelő medence, ami annak idején fő volt állítva az epreskertben, és egy szökőkút volt a közepében. A családi fotótában lehetett látni, amit a szökőkút működik, és kifúrt tojásokat táncoltatott rajta a nagyapa, meg hát ugye a tanítványok is. Apának mindig az volt a gondolata, hogy ez a milyenket haza kéne hozni, csak egyik sem tudta fölemelni, hogy elhozzuk, és aztán itt maradt. Mert... De ott az alja. Hát, itt az alja, itt a teteje, de ezt valahogy vissza kéne tenni, és mivel ezt a nagyapának az idejében is itt volt ez, persze nem itt, hanem valahol a Epesket oldalában, nagyon sok fotó dokumentáció van róla, én örülök, hogy ez még itt van, és nem viszük haza, mert tényleg nehéz, de azáltal, hogy nagyapa idejéből származik, ez nagyon fontos tárgy. És mindig meg szoktam nézni, hogy megvan-e még a jövőben, Epesketben itt van még, nem mondom, hogy jól van, akkor még nem vitték el. Nehéz is lenne elvinni, de intézkedni kell, hogy majd valami alkalmasabb helyre kerüljön, és akkor menjünk tovább, meg nagyon fontos, hogy ez a következő. Megvárjuk a végét, jó? Megint megállunk másod percre. Egy-két dolgot mondanánk majd róla. Gyere én mellém, Klárika, mert lehet, hogy sunkat kell megint. Jó, ez a nem új én. Most be lehet tudni annak, hogy kicsit indisponált vagyok, mert ugye ennyi emberről már régen beszéltem meg. Én sok mindent tudok, de lehet, hogy nem jut eszembe. De erről a kapuzacról viszont fogok tudni egy-két szót mondani. Amikor Sulek Frigyes a várban a Mátyás templomot restaurálta, és kidobott, köszönöm, hogy észre, sugja észre volt a mondja, mert 1890-ben a Mátyás templomot restaurálta, és a Sulek Frigyes által alkotott Mátyás templom látható most is. Nagyon sok olyan követ hasznaveltetlennek ítélt, amit a Strobl igenis hasznosnak ítélt, és idehozatott az Epreskertbe. És úgynevezett Hunyadi kápolnát épített ebből a kapuzatból, hogy megmentse az enyészettől. De befalazva talált ezt a kapuzat. Nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy kapuzatot elbontott Sulek Frigyes. Nem, ez befalazva volt. És a befalazott kapuzatot bontotta ki, és helyette másik köveket tett oda. Lényeges, hogy ha nem hoztatták volna ide le, és ezt nem elhozta össze, Strobli. És azóta itt áll, némileg más formája volt, ott volt egy ilyen relief, amit most már nem lehet látni, és mögé helyezte azt a bizonyos kifejtett Mátyás fejet, ami a Bautzen reliefen volt. Rengeteg fotodokumentáció van róla a családban, tehát tudjuk azt pontosan követni, hogy nézett ez ki. Ezeket a úgynevezett műemlékek megmentésével később fogunk foglalkozni, amikor a kárváriát, a hátul mögött lévő kárváriáról beszélünk, mert azt is dokumentette meg az utókornak, amikor lebontották annak idején a kárvária téren ezt a kárváriát. Azt külön, ott meg fogunk várni majd egy kicsit hosszabb lábot, de a másik dolog, hogy ez is megmentette. Meg a Márvány medenc, ami ott van, az is tudja. És nagyon sokat emlegetjük, mert nagyon sokat tesz a kertért. Hát ő a saját képére formálta a keltet, ugye a keltetektől itt volt, és ő volt annak hirtelen az elképzelő, úgynevezett művészi inspirációt adott neki a környezetet. Hogy került ő ide? Hát úgy, hogy megbízták őt a Vizsgőt Egyetem vezetőjébe, tovább a tovább vezetőjébe, ez az egyetemnek volt, akkor még főiskola volt, ahhoz tartott, hogy most is a főiskolához egyetemet tartozik, mert itt munka van. Tehát alkotást, a szobrászok, a festők, a restaurátorok dolgoznak itt továbbra is, és ezért nem lehet bejárni a Epeskertbe, csak ilyen nyitott napokon, amikor van, mert egyébként dolgoznak a itt, én műtárgyak készülnek itt jobbra, ez egy műtárgy.
non-figuratív, és mindenki azt képzeli róla, amit akar. Tehát ez, ennek van egy előnye. Nem tudok róla mozgalom, nem tudom, de én csak ide vagyok diszponálva erre az Erkenskertre. Ahol át kell menni a másik oldalon van a... Igen, ott valaki más fog tartani valamit, gondolom. Nem tudom, én egy órakor mondták, hogy ide jöjjek, és akkor egy órakor ez Erkenskertet tartunk egy ilyen kis vezetést. És megyek a Klárikához, mert én önnélkül a fértől óriás vagyok. Amit itt látok, ezek a modern műtárgyak, ezek nem voltak ott itt abban az időben még, nyilvánvaló. Nem menjünk be a dolgoknak, ne zavarjuk őket. Na, fölállok ide a Szélemény Petőfi Sándor nemzeti tartot, mondta annak idején. Itt lehet a napra egy kicsit szétszéledni. Itt most már mindenki fog hallani, meg itt most a hátralévő másfél órát itt tudjuk eltölteni ennél ezzel a pontnál. Jó? Ugye, Klári? Most mesélünk, mert mindenki kérem, hogy fotózzák, mert ez nem olyan régen van itt. És én mindig bosszankodtam, hogy a Lotz pavilon, oldalán ott van egy Lotz Károly, a Bencú Gyula és a Sróbor Lajos pavilonjáról hiányzik a műteremház a Sróbor. De elárulom, hogy miért. No. Mert olyan helyre akarták tenni, hogy nem lehetett látni. Hogy nem lehetett volna látni. Helyes. Te ennyit és az ide nem engedtük föltenni. Igazatok van. Én nem, megmondom össze, én voltam, aki harcoltam, mert most ott van pont a lónak a feje. Jó, most meg ne engedjétek levenni. Nem, ez most már véglegesen föl van ragasztva. Viszont ez a legjobb hely, megmondom miért, az útnak, ahol az elején indultunk, onnan lehet már látni. Ajaj, annyira jó helyen van ez a tábla. Az ablakokban is ott onnan is lehet látni. Bölcsödések. Hogyha itt télen és nincsenek a levelek a fák. Kérem szépen, Sztróbó Lajosnak volt ez a műterme, ahol töltötte a napjait, néha éjszakáit is. Az élete nagy részét. Hát élete nagy részét, és ebben a műteremben készültek azok az alkotások, amiket az országban, csak Budapestnek a nagy részén most is látunk. Az első műterme az a Andrássy úton volt a régi Zeneakadémia mellett, a második műterme pedig a Ibül Bazárnál, a Dunapartnál, ahol szobrász műtermek voltak. Sztróbul elsőként mintázta meg Ferenc József császárt, mikor Bécsből a tanulmányai évei után Pestre került, és azáltal, hogy a Ferenc József császár megmintázta, megalapozta az ő karrierjét. Gyakorlatilag híres ember lett, és megtudta Ferenc József, hogy nincs neki műterme, vagy kedvezleges műterme, és elsőként utalt ki a Várbazárba és a műterme Sztróbul Lajosnak. Ebben a Várbazári műteremben készültek el elsőként a Sztróbulnak a operaházi szobrai, a két Sphinx. A korábbi, a Liszt Ferenc meg az Erkel, az még a régi Zeneakadémián készült. Na most nem sokáig volt ez a Várbazári műterem, mert 1000 leszették a feliratot? Ott van. Aki római számmal, az ugye 1999-ben, ez a szobrász pavilon, vagy 1800, persze, hát hülye, persze, mindjárt azért mondtam számítani, hogy hátra észrevették. Tehát a Deák Ferenc szobrán, amikor gyűjtés készült Deák Ferenc szobráról, maradék pénzből létesült a szobrász pavilon, és Sztróbó Lajos rendezte be magának ezt a műtermet. Állítólag be tudunk menni, mert a Klári elhozta a kulcsot nagyon helyesen.
Na most nyilván nem azt látjuk, mint akkor, amikor itt volt a műterem, de azáltal továbbra is itt vannak a szobrász műternek,